A jó téteményben pedig megnerestőjünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért még időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. Látjátok, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek mert maguk a körül körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. És akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek, Izraelén. Ennek utána nékem senki, senki nékem bántásomra ne legyen, mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben. Ami úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, atyánfiai. Amen. Na, hát itt a, a levél vége, Pál Lapostól így fejezi be. Ö, látjuk, hogy a kilencedik vers, a jó téteményben estőünk, ez még folytatja a vetés és aratásnak a gondolatmenetét. És itt nyilvánvalóan, hogy ö, egy összefoglaló fogalomként használja a jó téteményt, ami ugye régies kifejezés, ma már nem beszélünk így, csak, csak mi hívők, amikor imádkozunk, hogy Uram, köszönjük a te jó téteményeidet, és mindenki tudja, hogy Károlin nőttünk föl. De, de, igazából ez, ez a jó, jónak a cselekvése, a jónak a tevése, a, ez. Na. Tehát igazából a jónak a cselekvése jelenti a jó téteményt. És azt mondja a Biblia, hogy ne Restőjünk meg, azaz ne lustuljunk el. Ugye a restség az a lustaságnak a kifejezése, hogy a jónak a cselekvésébe ne lustuljunk el. Ugye sok mindenben el tud lustulni az ember, főleg az olyan dolgokban tudunk ellustulni, amik valamilyen fajta erőfeszítést kívánnak tőlünk. És a jó cselekvése is ebben a világban, amiben élünk, azt gondolom, hogy kíván minden embertől egyfajta erőfeszítést, a jót cselekedni. Nyilván újjászülettünk, Jézus él bennünk, Szentlélek erejében járunk, ezért természetszerűleg jönne a jó is belőlünk, de azért az is igaz, hogy sok minden hat ránk ebből a világból, és megpróbálja a türelmünket, az életünknek a határait, feszegeti sokszor a próbatétel, amiben vagyunk. Az emberek, akik körülvesznek, nem biztos, hogy pont ugyanúgy élnek, mint ahogy mi akarnánk élni, és ezért bátorít bennünket Pál, hogy ne fáradjunk el, ne lustuljunk el, ne restüljünk meg a jó cselekvésében. És itt a jó cselekvésében, nyilván összefoglalóan, sok mindent bele lehet érteni. Ezt is itt kifejti majd később, hogy mit ért még ő is ez alatt. És miért ne lustuljunk el, miért ne restüljünk el? Mert azt mondja, hogy a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Ezek szerint ez a fajta átvitt értelmű Aratás és vetés, amiről itt a Biblia beszél, ez nem biztos, hogy olyan időszakosan történik, mint ahogy a mezőgazdaságban. Hogy van a tavaszi vetés, és akkor ősszel aratok belőle valamit. Vagy van az őszi vetés, és tavasszal vagy nyáron aratok belőle valamit. Valószínűleg lehet látni azt a Bibliában, hogy, hogy, nem biztos, hogy ilyen fél éves vagy ilyen éves ciklusokban történnek ezek a vetés és aratások. Van, amikor nagyon-nagyon gyorsan megjön valaminek az eredménye, nem is gondolja az ember, hogy tegnap vetettem el valamit, és ma már megvan az eredménye, mert ilyen is van. Akár egy ima meghallgatásra is az ember imádkozik valamit reggel, délután megkapja, aztán akkor esik le, pont voltam egy ilyen helyzetben, és imádkoztam valamiért, mert valami késett, de utána megjött, és csak utána órákkal később jöttem rá, hogy én még ezért reggel imádkoztam. És annyira gyors volt a válasz, hogy az ember fel se fogta, hogy ez annak a válasza. De van, amikor meg hosszú idő telik el, akár az ima meghallgatásban, ami szintén a jó cselekvésbe beletartozik. A Biblia mondja az imádkozásról is, hogy meg ne restüljünk benne. Talán nem véletlenül, lehet, hogy még Pál is olvasta Lukács evangéliumát, de az biztos, hogy nem, nem biztos, hogy olvasta, de hogy Lukáccsal sok időt töltött együtt, az biztos, mert az abcselben együtt utaznak. Akik itt voltatok a GMT-n, tudjátok, hogy az abcselben vannak a mi részek, amikor többes szám első személyben íródik az apostolok cselekedetei, és ez azért van, mert Lukács, a szerző, együtt utazik az apostoli csapattal, és annak a missziós társaságnak a tagja, aki éppen pálapostolóval viszi az evangéliumot. Tehát az imádkozás is egy ilyen, amiben meg és ugye nincs mindig borítékolva, hogyha tavasszal imádkoztál, ősszel jön a válasz. Vagy ha ősszel imádkoztál, tavasszal jön a válasz. Nincs, nem tudjuk előre. Van, amikor sokat kell valamiért imádkozni kitartóan, el nem fáradva, valamikor gyorsabb a válasz. De mit mond Pál? Hogy a maga idejében aratunk, hogy mi ez a maga ideje, ez valószínű, hogy Isten ideje. Ugye a Biblia beszél arról, hogy rendelt ideje van a dolgoknak, hogy az idő Isten uralma alatt van, Isten kezében van az idő. Ő az, aki forgatja az embereknek a dolgait, az emberek ügyét, és ez a maga idejében, ez általában nem a mi időzítésünk, hanem az Isten időzítése. Ugye Jani is beszélt erről vasárnap, hogy sokszor nem értjük Istennek az ütemezését, hogy megkapja a jelzést, hogy akit szeretsz beteg, és még két napig marad azon a helyen, ahol volt, és utána még ugye több napi járóföldre voltak, mire odaért, már négy napja halott volt, és nem értjük, hogy Jézus miért így intézte ezt a dolgot. Ez a maga idejében, ez nem a mi időnk, hanem Isten ideje. Mi kell ehhez, hogy ebben mégis valamilyen módon komfortosan érezzem magam, hogy, hogy az irányítás nem a kezemben van. Azt gondolom, hogy, hogy a bizalom, az Istenben való bizalom kell. Mert hogyha hiszek abban, hogy ő nem felejt, hogy őt nem lehet megcsufolni, így beszéltünk arról, hogy a jóban sem, mert sokszor azt gondoljuk, hogy ó, valaki elvetette ezt a rosszat, sose aratja le. Hát nem igaz, nincs igazság a Földön. De a másik oldalon is igaz, ha valaki elvetette a jót. Isten abba sem lehet becsapni. Ő azt is számon tartja, ő azt sem felejti el. Egyetlen egy dolgot, amit Istenért tettél, amit az ő dicsőségére munkálkodtál, semmi nincs elfelejtve. Semmi. A jó sem. És Isten a maga idejében előhozza, nekünk hinni kell, bízni kell, bizalommal kell lenni az Úr felé, Jézus felé, az Atyánk felé, hogy ő nem felejti el. A tizedik vers azt mondja, hogy annak okáért, ugye ismerjük ezt a szót, ebből következően ezért tehát, mivel aratni fogunk, ezért, amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, mindenekkel. Ugye itt ez elég nagy kör, ez a mindenek, ez a mindenki. Ez a legnehezebb. Ki a mindenki? Mindenki, mindenki. De hát tudjuk, hogy nincs ránk bízva a 8 milliárd, majdnem 8 milliárd ember. Mindenki nincs ránk bízva, nem is vehetjük a nyakunkba az egész világ sorsát. De a mindenki az azt jelenti szerintem ebben az összefüggésben, hogy személyválogatás nélkül. Tehát, hogy nem én döntöm el, hogy ő vele igen, ő vele nem, ő vele igen, ő vele nem, ő szimpi, ő nem, hanem mindenkivel, aki felé az úr összehoz és indítja a szívemet. Ha már voltatok Budapesten, akkor át tudjátok élni ezt a helyzetet, hogy minden piros lámpánál valaki kér valamit, és odaadhatod az egész vagyonodat, és kioszthatod, és minden aluljáróban elosztogathatsz mindent. És hogyha ezt az igét így értelmezik, hogy mindenkivel, hát hogy akkor amíg van, van a zsebembe pénz, vagy a bukszámba, meg, meg, bármi addig, akkor, akkor osztogassunk. Nyilván Isten vezetése alapján, és van, amikor annyira érzed, hogy adni kell, van, amikor meg fennmarad az ablak, és, és nem azért, mert egyszerűen egy kegyetlen ember vagy, hanem, hanem mert mindenkinek egyébként végesek a forrásai. És aztán egy kicsit azért szükíti a kört, kiváltképpen hitünknek cselédeivel. Ugye a hitünk cselédei, az már a mindenkinél egy kicsit szűkebb. Ez azt jelenti, hogy a világiakkal is jót kell tenni. Mert a mindenkiben az is benne van azokon is segíteni kell. És ugye itt nem lehet az a számítás bennünk, hogy na, segítek rajta, hát, ha majd valami történik, hanem szeretetből. És ö, ugyanakkor a hitünk cserédeivel, akik a, a keresztény családba tartoznak, ö, azokkal meg még inkább, mondja Pál, hogy kiváltképpen. Tehát a hívő testvéreinktől aztán meg semmiképpen se zárjuk el a mi szívünket, hogyha ha bajba jutnak emberek. Most volt egy olyan helyzet, talán a héten, hogy oda jött az ablakunkhoz valaki, és kérde, hogy tekerjem le az ablakot, aztán hát végül is letekertem, és mondja, hogy ő pénzt szeretne. És mondtam neki, hogy mire szeretné költeni. Hát, hogy ő éhes, ő, ő, enni szeretne. Mondom, jó, akkor elmegyek veled most a pékségbe, és akkor veszek neked azt, amit kívánsz. Ő, á, azt mondja, ez, ez, így, nem, ez Még nem, nem, jó, mégse jó, mégse éhes, mert ő szomjas. <laughs> és hogy igazából ő megmondja az őszintét, szintét bort, bort szeretne venni, bort. Hát mondom neki, hogy én nem, mondom, a bor azt véget tönketesz, és nem tudom támogatni a tönketételedet. És akkor bosszusan elment. És én azt gondolom, hogy ezzel is jó cselekedtünk, mert most, hogyha veszek neki két liter bort, akkor lehet, hogy megint kiüti magát egy pár napra, de hát ezzel ő nincs előrébb, sőt, inkább hátrébb van. És azért azt mondom, az úrra kell figyelnünk ezekben a dolgokban. Na, oké, okay, akkor a 11. vers azt mondja, hogy látjátok, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Ugye miért hangsúlyozza ezt itt Pálapostól? Ugye itt volt egy ilyen kicsit mulatságosabb az egyik részben, hogy ugye szembetegséggel is azonosították, hogy szemeiteket van odaadtátok volna nékem, hogy Pálapostólnak rossz szeme volt, azért ír nagy betűkkel, mert rosszul látott, nem tudom, hogy ez így van-e, de általában az az igazság, hogy Pálapostól Pál diktálta a leveleit főként, tehát mindig megvoltak azok a, a, silás, meg a tükikosz, meg ezek, akik írogattak jól görögül, és akkor tolba mondta Pál a levelet. Nyilván Pál volt az értelmi szerző, vagyis hát a Szentlélek, de az író a szépen leírta a levelet. De itt a levélben ő maga beleír, ugye írja, hogy a saját kezével, nagy betűkkel. Ugye ami arra utal, hogy hogy belevitte még a levélben ezt a fajta közvetlenséget is. Ugye már, mi már nem ismerjük a, a kézzel írott levélnek a varázsát, hogy milyen az, amikor, amikor egymásnak saját kézírásunkkal írunk leveleket. Emlékszem rá, amikor a PTF-en voltak ezek az ilyen udvarlások. Szilárd is erről tudna beszélni, akkor mindig ilyen névre szóló kis levelek voltak az üzenőfalra, kitűzve, hogy Szilárd, vagy Tamás, vagy Kata, vagy Judit, és mindig írtunk rá valamit egymásnak, de hát az egyenli hosszabbakat is még írtunk egymásnak. De ugye nyilván ebben benne van a közvetlenség, a saját kézírásnak a, 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 a cselekedete, és hogy, hogy Pálapostól ugye érzelmileg is ki akarja mutatni a gyülekezet felé, hogy akármi történt, hogy emberek őt ö, ö, szembefordították a gyülekezetet, vagy a gyülekezetet elfordították tőle, vagy attól, amit ő hirdetett, még ezzel is ki akarja fejezni, hogy, ö, hogy szereti a gyülekezetét és a javát akarja. A 12. vers azt mondja, hogy akik a körülmetélkedésre kényszerítenek titeket, azokat két dolog vezérli. Ugye itt a Judaista hatásról már beszéltünk, ebben a levélben ez nagyon sokszor előjött, és azt mondja, hogy hogy az első dolog, ami miatt kényszerítik őket erre, mert teste szépek szeretnének lenni. Ugye a, a körülmetélkedés az a testen egy kívülről végrehajtott beavatkozás. És a Biblia mindig beszél arról, még a farizeusság gondolatánál is, hogy Isten mindig jobban érdekli a belső, a szív, az embernek a lényege, mint a külső. Mi embereknek olyanok vagyunk, és annyira belénk van ez rögzülve, hogy mi nagyon adunk a látszatra. Ugye már Sámuelnek ezt, mond, ezt mondja Isten, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Isten azt nézi, ami a szívben van. És... Amikor a farizeusokról beszél Jézus, és konfliktusban volt velük, akkor azt mondja, ti megtisztítjátok a pohárnak a külsejét. De a belsője meg tele van mindenféle mocskos dologgal. És itt is valami testre szépek, valami külsőleg jól megmagyarázható, meg besorolható e, 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 dolgot vártak az emberektől a judaisták hogy akkor elvégzik a körülmetélkedést, akkor testileg rendben vannak téve, és akkor hozzánk tartoznak, a mi, mi ö, irányzatunkat gyarapítják, és ez csak egy külső dolog. Igazából senkit nem változtatott meg belülről. A szívét nem változtatta meg az, hogy körülmetélték. Ö, aztán a másik dolog, ami miatt még ezt erőltették, vagy kényszerítették, vagy akarták, csak hogy a Krisztus keresztjeért ne üldöztessenek. Ugye erről beszélt egy korábbi, pont a korábbi részben a kereszt botrányáról, Pálapostól, hogy az evangélium, ugye az botrányos annak a, annak a zsidó embernek, aki egyrészt azt mondja, hogy a messiást azt, azt nem lehet megfeszíteni, az kétség, az lehetetlen, hogy Isten testben eljött erre a földre, és emberek megfogták, és keresztre feszítették, és a legcsúfosabb halálembert végezték ki. Hát az Istennek a meggyalázása, hogy, hogy, hogy a messiás, a Krisztus ilyen módon halt volna meg, és ezért botrányos volt a zsidó embernek, egy kereszten megfeszített messiásnak a képe. Másrészt ugye még az a botrányos, hogy az ember mindig hozzá akar tenni, hozzá akar járulni az igazságához. Nehezen fogadjuk el, hogy én úgy lehetek igaz, hogy, hogy én nem lehetek igaz, hogy nem tudok magamért tenni semmit, hogy annyira rossz vagyok, hogy megváltóra van szükségem, hogy valaki kicserélje az, a, a szívemet, a, 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 a mozgató rugóimat teljesen újjá tegye. És az embereknek, a főleg a büszke embernek, a felfúralkodottnak, aki kívülről akar szép lenni, aki testre akar, testben akar jól kinézni, annak ez egy ilyen botrányos dolog, és nagyon szembe megy az ember önmegváltó gondolataival, az ember érdemeire alapozott dolgokkal, az emberi jóságra alapozott dolgokkal, szembe megy az, hogy nem kereszt, Jézus keresztje. És ezek szerint, ugye, ha visszateszed a 12. verset, a keresztért való üzenetért ugye üldözték pálapostolt. És nem csak pálapostolt, hanem aztán a többi keresztényeket is, hát a második harmadik században meg már nem csak a zsidó részről, hanem az egész császári birodalom ö, ö, óriási ö, masszív üldözéseket támasztott a római birodalomban a kereszténységgel szemben. És... A kereszt üzenete volt a botránykő. Mondom a zsidóknak azért, mert a megfeszített messiást ők nem tudták földolgozni, nem értették meg a lényegét. A másik, hogy az ember nagyon nehezen fogadja el, hogy nem tudok semmit hozzátenni. Hogy egyszerűen nem tudom magam kihúzni a vízből, hogy rossz vagyok, meg kell, hogy váltson valaki, elromlottam, távol vagyok Istentől. Nincs, aki jó cselekedje, nincsen csak egy igaz is mondja az Ézsaiás könyve, hogy minden mi jó cselekedeteink olyanok előtted, mint a szennyes ruha. Amikor az ember próbál önerőből Isten előtt valami igazságot kicsikarni, ez nem működik. És ezért az az üzenet, hogy fogadd el Jézus helyetted való áldozatát, mert nem tudsz megjavulni magadtól, szívcserére van szükséged, úgy vagy elromolva, hogy vagy, és amíg ezt be nem ismered, addig nincs számodra orvosság, addig nincs számodra gyógyszer, mert addig nem veszed be. Ezért üldözték ez a, 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 a büszke ember, ma is üldözi a keresztüzenetét. Ez az igazság, ez nem kell visszamenni a, 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 az ókorba. Ma is. Ugye ez, ez az ellenállás az evangéliummal szemben. Mi, hát figyeljetek a legszoftabb formában. Elkezd beszélni az embereknek az evangélium, Jézus meghalt a bűneidért, én jó ember vagyok. Ez a, ez, ez a legnagyobb akadály. Én jó ember vagyok. És ez, hogy én jó ember vagyok, ez egyszerűen egy akkora ö, muníció az ember számára, amit nem tud elengedni. És az, ember, az evangélium pedig azt mondja, hogy nem vagy jó ember. Isten mércéje szerint, a törvény mércéje szerint, Jézus Krisztus etalonja mellett nem vagy. Meg kell, hogy váltson téged a mindenható Isten. És ezért ez az evangélium üldözés alatt van. És azt mondja Pál, hogy könnyebb azt mondani, metélkedj körül, vedd föl ezt, vedd föl azt, viselkedj úgy, viselkedj amúgy, öltözz így, öltözz úgy, és akkor testre kívülről jól nézel ki, beleilleszkedsz egyfajta köz, közelfogadásba, és akkor a kereszt üzenete nem üldöztetik. Ma is egyébként, ha megfigyelitek, még egyszer emlékszem rá, Barta Zsolti barátommal utaztunk haza a hajléktalan misszióból. Ám már el késő volt, 10 óra körül szoktunk visszaérni a kollégiumba, Zöldkülöttünk a hármas metrón, és kezünkben nyomtak egy prospektust valamelyik szektás irányzat terjesztette a tanait. Ilyenkor általában megszórták az aluljárókat, össze lehetett velük futni itt ott, és akkor nézegettük a, a brossúrát, brosúrát, beszéltek Istenről, beszéltek Bibliáról, forgattuk jobbra-balra, olvasgattuk, és akkor mondja nekem a Zsolti, hogy tudod, mi hiányzik erről a prospektusról? Minden olyan jól néz ki, minden úgy benne van, csak egy dolog nincs benne. A kereszt. Csak a kereszt nincs benne. Hogy egyrészt az ember olyan bűnös, hogy Jézusnak meg kellett érte halni. Másrészt Isten annyira szeretett bennünket, hogy hajlandó volt a saját fiát föláldozni. És Jézus pedig nem bele lett kényszerítve ebbe a helyzetbe, hanem ő önként föláldozta magát az örökkévaló lélek által. És minden olyan dolog, amiből a kereszt hiányzik, amiből Jézus Krisztus keresztje hiányzik, az a megváltásnak a lényegét tagadja el. És ma is ugyanezek a motivációk beleilleszkedni ebbe a világba, vagy hogy elkerülni egyfajta konfliktust, egy összeütközést, amit a kereszt üzenete ma is gerjeszt. Hát Pál Apostol azt mondta, hogy nekünk, akik megtartatunk Isten ereje, azoknak pedig, akik elvesznek, mi a keresztről való beszéd? Bolondság. Bolondság. Hát ez két végleg, nem? Az egyik eh, eh, része az emberiségnek azt mondja, hogy ez butaság, bolondság, a másik, ez az erő, ez az erő az életembe. És azt gondolom, hogy ma, ma is így, így van ez a dolog. Ö, mert maguk a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt, mondja Pál a következő versben. Tehát, hogy ők is igazából egy olyasmit ajánlanak, ha mi őket se mentette meg, ami őket se tette jobbá, hiába vannak körülmetélkedve, ugyanúgy nem tudják megtartani Isten törvényét, és áthágják. Igazából nem különbek a törvény előtt, ugyanúgy védkesek, hanem azért akarják, hogy körülmetél ti testeteggel dicsekedjenek. Ugye erről már volt szó, judaisták szerették volna az egész diaszpora zsidóságot begyűjteni maguk mellé, de hála Istennek, hogy Pál Apostolnak meg volt az a stratégiája, hogy ahol zsidókat talált, ahol zsinagógát talált, először mindig odament, hirdette a sajátjainak az evangéliumot, akik megtértek, elfogadták Jézus, mint messiást, azok keresztényé lettek, csatlakoztak az új szövetségi gyülekezethez, és a pogányok közül is még ugye sokan, akik nem, azok pedig általában szembefordultak ezzel az üzenettel, és az első komolyabb üldözéseket a zsidó részről tapasztalta tapasztalták az evangélium hirdetői. És azt mondja a Pál a dicsekedésről, ugye, hogy testre szépek, testetekkel dicsekedjenek. Hogy? Nekem, 14. vers, ami az egyik legszebb vers a Bibliában, nem csak a Galata levélben, nekem ne legyen semmiben másban dicsekedésem, hanem ami Urunk Jézus keresztjében, aki által nekem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Ugye mit jelent, hogy megfeszítetett a világ? Meghalt nekem a világ. Jézus keresztje által, mondja Pál, nekem meghalt a világ. Nem tud ez a világ engem begyűjteni, vonzani, magával ragadni. És a másik oldala, hogy én is meghaltam a világnak. Én is egy olyan ember vagyok a világ számára, hogy engem már nem tud valamilyen módon ö, saját soraiba állítani, fölkelteni az érdeklődésemet, bevonzani engem, mert én a világ számára halott vagyok. Ez, ez egy olyan dolog, mint amikor ugye a mágnessel próbálod összegyűjteni a, a, a vasreszeléket, az még megy, de mondjuk, hogyha ha a faforgácsot is, vagy ilyen fát és fűrészelsz, akkor a fát nem fogja magához vonzani a, a mágnes. És hogyha látod, a, a, a vasreszelék kiugrik, és egyesül a mágnessel, és találkozik, a, a, fa, a fa, reszelék, vagy nem tudom mi, forgács, fűrészpor, na, végre, a fűrészpor, a fűrészpor meg ott marad. Semmilyen vonzást nem gyakorol a mágnes a fűrészporra. Semmilyen, nincs kontaktusuk egymással. És a fűrészport se izgatja nagyon a mágnes. Egyáltalán. Oda-vissza, kölcsönösen, nem érdeklik egymást. És ez kölcsönös. És azt mondja Pál Lapostról, hogy ő ilyen viszonyban van a világgal. Hogy kölcsönösen meghaltak egymás számára. Engem nem érdekel a világ, de a világ se igazából érdekel. A világot sem érdeklem én. Mert a világ nem tud -e velem mit kezdeni, mert nem fogom azt csinálni, amit ő akar. De én nem én is érdekel a világ, mert én meg nem akarok a világgal azonosulni, belesimulni. És mindez, ez a lehetőség, hogy ez így van, ez miben áll fenn? Jézus keresztjében, hogy ez is a megváltásnak egy aspektusa. Az embert már nem a világ vonza, hanem Jézus vonza, Isten vonza. És engem nem a világhoz lázba, hanem Isten dolgai hoznak lázba. És az mozgat meg, és azt tesz velem valamit, hogy érjek valamiért, hitáltal, amit nem is látok. És azt mondja, hogy ő ezzel dicsekszik. Ami másoknak botrány, a Jézus keresztje, ami másoknak bolondság, ami egyik embernek értelmetlenség, sületlenség, ami egyik embernek valami üldözni való, tehát ami el kell folytani, ami gonosz. Ő azt mondja, hogy én ezzel dicsekszek. De mivel dicsekedsz? Mivel szokott általában az ember dicsekedni? Ugye? Hát át, hívő ember semmivel nyilván, mert, mert megvan írva, hogy csak az úrban, vagy az úrral dicsekedjen. De hogyha dicsekszünk valamivel, ha esetleg megesne, hogy mégis dicsekszünk valamivel, hát akkor valami olyasmivel dicsekszünk, dicsekszünk ami, ami, amit úgy értékesnek találunk. És, és Pál apostolnak a legértékesebb kincse az Jézus keresztje volt. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetélkedetlenség nem használ semmit, hanem az új teremtést. Talán emlékeztek, hogy egy korábbi szakaszban ugyanezt a felvezetést már mondja Pál, hogy Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedetlenség, sem a körülmetélkedés nem ér semmit, vagy nem használ semmit, hanem a szeretet által munkálkodó hit. És itt pedig úgy fejezi be, és ugye arról beszéltünk eleget, azt úgy, most úgy fejezi be, hogy sem a körülmetélkedetlenség, sem a körülmetélkedés nem használ semmit, hanem az új teremtés. Ugye mi az új teremtés? A, az újjászületés. Ugye azt mondja Pálapostól, azt hiszem talán az Efézusi levélben, hogy öltözzétek fel az új embert, amely Isten által teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Tehát van egy új ember, amely Isten által teremtetett. Te benned is van egy új ember, te magad is egy új ember vagy, Krisztus Jézusban, és újjá születtél, új teremtés, vagy új, új munkája vagy Istennek, igazságban és valóságos szentségben teremtettél meg. És azt mondja Pál Apostol, hogy figyeljétek, a körülmetélekedetlenség az nem használ semmit. Most azt hogy valaki pogány, és nem metélkedett körül, ettől nem lesz semmi. Ugye attól, hogy valaki zsidó, és körülmetélkedett, és úgymond benne van egyfajta vallási rendszerbe, de itt főleg ugye a messiással kapcsolatban, Jézus Krisztussal kapcsolatban, pedig egyenesen elutasító, ugye Jézus azért nagyon durvákat mondott a zsidó ö, kortársaira, akik azt mondták, Ábrahám magva vagyunk, Ábrahám magva vagyunk, Ábrahám magva vagyunk, és mit mondott Jézus? igen, kövekből is tud, de hogy, hogy egyrészt, hogy Ábrahám, igen, és azt mondta, hogy nem, ördög atyától vagytok. Ördög atyától vagytok, ezt mondta Jézus. Azért ez elég erős. Ma, ma mi, már, mi sem merünk így beszélni senkivel, nem is biztos, hogy nekünk kell, mert ő Jézus volt. Tehát azért ezt se keverjük össze, Jézus az Jézus volt, mi meg, mi meg, nem vagyunk Jézusok. De hogy, hogy maga az, hogy hogy valaki beleszületett a zsidóságba, ez önmagában nem használ semmit, hanem az új teremtés. Erre azt mondja Pál, hogy pogánynak, zsidónak újjá kell születni. Új teremtésé kell lenni. Ezt nem értette a Nikodémus, ki éjjel ment Jézushoz. Ó, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanító úr, senki sem teszi ezeket a jeleket, csodákat. És Jézus nem folytatta ezt a gondolat, mert azt mondta neki, újjá kell szünetned. És mondja, hát hogyan mehet be az ember az édesanyjába, ha már vén, és be mehet -e másodszor is. És... Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Ha nem születik valaki víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Milyen ember volt Nikodémus? Egy zsidó ember volt. Körülmetélkedett. De Jézus az új újjászületésről, az új teremtésről beszél neki? És persze ugyanezt mondta azoknak is, mondjuk a, Samári a samáriai asszonynak, aki a zsidó és a pogány között való félúton volt, mert a samáriai az, az se nem egészen zsidó, de se nem egészen pogány. És aztán ugyanezt kapta Kornélius is, aki meg totál pogány hogy újjá kell születni. Mert az használ, az ér valamit, az új teremtés. És akik e szabály szerint élnek, tehát, hogy nem a külsőségekben, hanem a belső szívben végzett. Mondja, még mindig miről szól a gondolatmenet? Kívülről akarunk megfelelni valakinek, külsőleg, vagy belsőleg a belső szívünk, a belső életünk kell, hogy átváltozzon. És azt mondja Pál hogy belül kell, hogy a változás végbe menjen, mert az újjászületés, az újjáteremtés, az az ember szívét, belsejét, lelkét, szellemét változtatja meg, és szüli újját, elősz szüli újját először. És nyilván utána ennek lesznek megnyilvánulásai a külső dolgokban is, de a jó először belül kell, hogy megtörténjen az életünkben, és akik ezt tartják szem előtt, akik e szabály szerint élnek, hogy az újjászületés a legfontosabb dolog, hogy Isten újjászül bennünket, új teremtések vagyunk, igazságban, valóságos szentségben teremtettünk újjá, és ezt tartjuk szem előtt, ezzel a, ez a szabály szerint élünk, akkor békesség és irgalmasság van rajtunk Isten részéről, és ugye itt van egy érdekes kifejezés is az Istennek Izraelén, itt látjuk azt, hogy Pál Apostol itt az Isten Izrael kifejezést is egy kicsit bővenben értelmezi, tehát, hogy nem csak a testi származású zsidókat érti bele az Isten izraelébe, hanem beleérti a pogányok közül kihívottakat is, akik újonnan születtek, akik új teremtések Krisztusban. Mennyire forradalmi gondolatokat fogalmazott meg itt Pál Pálapostól. A Szentlélek által. És ugye mennyire új volt ez egy zsidónak is, amikor a, a pogánytársát is úgy kellett tekintenie Krisztusban, hogy ő Isten Izraelének a része. Ennek utána, mondja Pál, nekem senki bántásomra ne legyen. Mert én az Úr Jézus bélyegeit hordozom az én testemben. Hát Pál Apostol már mondott egy-két furcsát. Itt a bélyeg szó szónál a stigmata, stigmata szó szerepel, stigma. Tudjuk, hogy a misztikus katolizmus szereti a stigmákat, hogy, hogy állítólag valakiken, szenteken Jézusnak a sebei jelennek meg amit a kereszten szenvedett, akár a kezén, akár a lábán, vagy az oldalán, úgynevezett stigmák. Most, hogy Pál Apostol biztos, hogy nem erről beszélt, a száz százalék, ő nem volt ennyire elmélyülve a miszticizmusba, hanem egyszerűen arról beszél Pál Lapostól, hogy senki bántásomra ne legyen ezek után. Tehát Pál Apostol mit mond? Őt nem az motiválja, hogy az emberek testre szépek legyenek. Őt nem az motiválja, hogy az üzenetét elfogadják. Olyan értelemben, hogy hát ha üldözéssel találkozik, akkor inkább finomabban mondja. Akkor inkább mást mond. Akkor éppen kicsit alkalmazkodik, vagy igazodik. Őt nem az motiválja, hogy, hogy, a, hogy az emberek a test, testükkel dicsekedjenek, külső dolgokkal dicsekedjenek, és a belül pedig ne törődjenek a belső szívükkel, az életükkel. Hanem ő az új újjászületés mellett és az Evangélium mellett kötelezte el magát. És azt mondja, ezek után senki bántásomra ne legyen. Mert miközben én ezt végzem, ebben a szolgálatban állok, valóban engem üldöznek. Valóban emberek kitagadnak, ki, kiutálnak a közösségükből, megvernek, megölnek, ha tudnak. És ugye igazából majdnem minden biblia kommentár azt mondja, hogy ezek a sebek, amik, vagy bélyegek, stigmaták, stigmák, amiket ő hordoz a testében, ez a missziói útjain ö, szerzett sebeket jelentik. Hogy akárhányszor fölállt, volt, hogy betörték a fejét, hogy egyik helyen megkövezték. Hát ha csak véletlenül találnak el, bárhol kővel, az fáj. De hogyha a kőhalom alól kell kihúzni valakit, azt mindenhol eltalálták. Az kék és zöld volt napokig, biztos. Kék zöld volt napokig és mindenhol. És ugye erről beszél például a kettő korintusban. Azt mondja, 2. Korintus 11. 23-tól. Krisztus szolgáié, ugye azokról beszél, akik az ő ellenfelei a juda, judaizmusból. Balgatagok, balgatagul szólok én még inkább. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól ötször kaptam egy hián, negyvenet egy hián. Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, Háromszor hajótörést szenvedtem, éjt napot mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafia közt fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való vírasztásban, éjségben és szomjúságban, gyakorta való bőtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezet gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék, ki botránkozik, hogy én is ne égnék, mondja Pál. Ez az első századi apostolságnak a, a, koronája. Ők ezzel, ez, ezzel, tudtak egy kicsit dicsekedni. Mert mondja is tovább, hogy ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel dicsekszem. Ötször kaptam egy hián 40-et. Állítólag a, a, 39 botütés volt a maximum, amit kiróhattak. Ő ezt ötször megkaptam. Azt mondták, a 40 az már túl sok. Tehát 39-et még lehet egy emberre ütni, 40-et már nem. És a 39-et ötször megkapta. Csak önmagában nem tudom, hogy bele tudtok-e abba képzelni, hogy ez milyen megalázó. Hogy bottal megvernek. Nagy részük ezek nyilvános ítéletek szoktak lenni, vagy büntetések. Ugye a megostorozás az megint más, amikor szíjakból, meg mindenféle fonott dolgokból ütik az embert. A megkövezés az, az ilyen nagyon megszépült már a mi, mi, szemeink előtt, de hát az, nem egy, ne, az megint csak nem egy. Hát abban bele szoktak halni. Az, hogy Pál Apostol ikóniumba, azt hiszem fölállt, és, és leporolta magát, és ment a következő városba prédikálni. Tehát ezt mi így 21. századi emberként el se tudjuk képzelni. Ugye mi mentünk volna jogainkkal az Amnesty interneten elhez, vagy hogy valahova mentünk volna, hogy ez hogy néz ki, uraim, hogy Európa közepén itt megköveznek bennünket? Háromszor hajótörést szenvedtem. Na mindegy, nem akarom elismételni. Csak azt mondja a pálapostól, hogy senki bántásomra legyen, hagyjatok engem már békén ezekkel a dolgokkal. Olyan értelemben, hogy ti akarjátok az én motivációimat megkérdőjelezni? Ti akarjátok a motivációimat megkérdőjelezni? Hát engem össze-vissza vertek. Ezért az üzenetér engem ötször megbotoztak, háromszor megostoroztak, megköveztek, hajótörést szenvedtem háromszor. Az egész életem arról szól, hogy ütnek, vernek és üldözésben vagyok. Az egész életem arról szól, hogy börtönben, több börtön, több fáradtság. Ti akartok engem megkérdőjelezni, hogy milyen motivációból cselekszem? Hát ebből semmi nincs a javamra, csak amit az Úr de természetes szinten, emberi szinten, én nem kaptam ezért semmi kitüntetés, semmi jót, ezért mondja Pál, hagyjatok engem, végké mondanák egy 21 Enki engem ne legyen, hagyjatok engem ezzel békén, hogy, a, hogy a, a motivációimat kérdőjelezitek meg. Az Úr Jézus bélyegeit, stigmáit hordozom az én testemben. Misszión szerzett sebekkel vagyok tele. Én szerintem, hogyha levette volna a felső ruháját, akkor láttuk volna rajta, hogy mi a misszió ára hogy mi az elkötelezett kereszténység ára az első században. És szerintem az olyan keresztény, aki levette a pólóját, és nem volt rajta néhány ostorcsapás, azt mondták, mi van, te sunyi vagy? Te elhallgatod, hogy Jézust követed? Hát semmi sérülés nincs rajtad. Hát milyen keresztény vagy te? Még egy jó, egyszer jól megsevertek, De erről beszél Pál. Erről beszél Pál. És de persze volt egy, hát barátomnak nem mondanám, de egy srác, aki ö, úgy evangelizált, hogy átdobott egy almacsutkát egy csoportnak a másik oldalra, valakit eltalált, oda jöttek, megverték, és mondta, hogy ő szenvedett az úrért. Hát, hát ugye tudjuk, hogy nem az úrért szenvedett, a saját butaságáért szenvedett. De Pálapostól erről beszél, hogy természetes, emberi, fizikai szinten nekem nem származott előnyöm a Krisztus evangéliumának a képviseletéből. Inkább csak sebeket szereztem, sérüléseket, épp hogy túléltem fizikailag, és szóval túl se élte, mert mártír halált halt. Úgyhogy engem már hagyjam, békén mindenki bántásomra ne legyen, ne kérdőjelezzétek meg az indítékaimat, mert hamis indítékból az ember ilyet nem vállal. Csak mély, személyes meggyőződésből. Csak az vállalja ezt, aki Jézus keresztjével dicsekszik. Csak az vállalja. Úgyhogy nekünk is vállalnunk kell a retorziót, esetleg a világ részéről. Ami most nagyon enyhe. Nagyon enyhe. Nem hiszem, hogy bárkit még megvertek volna vagy szájon ütöttek volna, vagy bármit tettek volna velünk az evangéliumért. Az, hogy összesuktak esetleg a hátunk mögött, vagy kinevettek, vagy mutogattak, az annyira enyhe ezekhez a dolgokhoz képest, és mennyire zokon tudjuk venni, mennyire meg tudunk sértődni rajta. Adja az Úr, hogy, hogy ezekben a dolgokban is tudjunk növekedni, és persze nem kell magunknak keresni a bajt, csak képviselni kell az igazságot, és az majd konfrontál a világban lévő hamissággal. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, atyám fiai. Ugye ezzel köszön el Pálapostól, hogy Jézus kegyelme fedezze be őket, legyen rajtuk. Testvéreinek nevezi őket, az atyám fiai, foly megnevezés az azt jelenti, hogy testvéreim, hogy ezt a keresztény hívő testvéreire használja pálapostól. Tehát annak ellenére, hogy a judaisták elég sok zavart okoztak Galácia gyülekezeteinek, és azzal kezdte, hogy elhajlottak az igaz evangéliumtól, meg hogy kiszakadtak a Krisztustól, meg minden olyan merés, vagy kemény dolgokat mondott róluk, ami, ami nem volt azért annyira hizelgő rájuk nézve, mégis azt mondja, hogy, hogy, hogy atyámfiai testvéreim, ugye korábbi részben azt mondja, hogy gyermekeim. Látszik, hogy Pálapostól nem távozott el egyáltalán ezektől az emberektől, és mindent megtesz, hogy a jó viszonyt, a szeretetet, és ilyen módon a helyreállítás üzenetét tudja képviselni az ő számukra. Amen. Amen. Na, hát a végére értünk ennek a, ennek a levélnek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon Fontos levél, nagyon fontos üzenet van a Bibliában. Sok olyan igevers van benne, amit kívülről kellene tudnunk mindenkinek. Itt a Galata 2.20-ról gondolkodtok, vagy a Galata 5.22-ről, és még más ilyen dolgokról. Úgyhogy én remélem, hogy, hogy, hogy tudtunk épülni ennek a levélnek az üzenetéből. És hát amilyen vad világ jön, vagy világ vesz körül bennünket. Lehet, hogy az, ami pálapostoléknak tapasztalat volt az első században, az nem sokára nekünk is tapasztalat lesz itt a 21. században. Ami nem rémizgetés akar lenni részemről, hiszen elég azt elvállalni, ami minden nap jön, és biznunk kell abban, hogy Isten minden próbához mérten megadja az erőt és a kegyelmet. Hogy éppen azt kell elviselni, amivel szembe kell nézni. De soha ne legyünk megalkuvóak, soha ne menjünk a könnyebb ellenállás irányába, soha ne adjuk fel az igazságot valami fajta emberi elismerésért, valami fajta hizelgő dologért, hanem ragaszkodjunk az igazsághoz, az evangélium igazságához való egyenességhez, ahogy pálapostól mondja. Amen. Amen.